Hangos tömeg várta a szakói polgármestert péntek délben, a helyiek az elmaradt fizetésüket szeretnék. Az önkormányzati dolgozók még az október havi bérüket sem kapták meg. Sokan azért aggódnak, nem lesz mit enniük, ha nem utalják ki a fizetéseket. A polgármestertől várják a megoldást. Ki oldja meg, ha nem ő? Azért megválasztva. Most már rendet teremteni, hogy az embereknek meglegyen a napi betevő falak. Álljon fel és menjen el a bubánatba. Az intézmények alkalmazottait és a közmunkaprogramban dolgozókat közel 300 főt érint a szakói helyzet. Állításuk szerint idén nem ez az első eset, hogy késik a fizetés. Nyáron is később kapták meg bérüket. Minden egyes gyermeknek az első szava az óvoda menetelkor: anya, mit főztél? És mikor nem tud az ember mit főzni, mert se egy kiló liszt, se egy olaj, se egy cukor, se semmi az égvilágon, a házban nincsen. Mit adjon az ember a gyermekének enni? És mikor azt mondjuk, drága gyermekem, még nem volt fizetés, de anya, erről én tehetek, és mit mondunk neki? Ki tehet erről? Ki? Az emberek? Azok, akik elmentek dolgozni kézzel-lábbal a tűzőnapon? Meg a jéghidegbe? A hosszas várakozás után a polgármester tájékoztatta a lakosságot. 2016 márciusában derült ki, hogy a hivatal egyik munkatársa nem készítette el szakói 2015. évi pénzügyi beszámolóját, illetve a határidő zárszámadási rendeletet sem. Ezért idén májusban nem kaptak normatív állami támogatást. Végül 2014. január 1-től újra kellett könyveltetni az önkormányzatnak minden tételt. Ez 5 hónap alatt készült el. A képviselőtestület olyan megoldást talált, ami nem szabályos, szabályosan nem lehetett ebben az esetben eljárni. Szabályos az lett volna, hogy várunk mindaddig, amíg a könyvelés el nem készül. 5 hónapon keresztül nem várhatjuk el a kötelező önkormányzati intézmények munkatársaitól sem, és a közfoglalkoztatottaktól sem, hogy ne kapjanak bért. Ezért az elkövetett számlán lévő összeget átvezettük a főszámlára. A főszámláról történik a munkabérek utalása. A Magyar Államkincstár bérszám fejt, mint gondolom minden önkormányzatnak, a járulékokat levonja, illetve mivel nem volt normatív állami támogatás, ezért a főállású munkatárs, aki járulékát inkasszóba ráratta a főszámlára. Kormányzati segítséget kap majd a település, erről korábban Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője beszélt. A belügyminisztérium egy rendkívüli önkormányzati segítséget ad Szakolynak. Egy havi dolgozói bért utalnak át hamarosan a településnek, közel 17 millió forintot. A belügyminisztérium információim szerint segítséget fog nyújtani a szakói embereknek, nem elismerve ezáltal az önkormányzat felelőtlen gazdálkodását, hanem nekünk, megválasztott képviselőknek mindenképpen fontos az, hogy a dolgozó ember, legyen az közmunkás vagy hivatali alkalmazott, megkapja a fizetését, annak ellenére, hogy a polgármester erről nem gondoskodott. Az önkormányzat most adósságrendezési eljárásra készül, ehhez készítik jelenleg is a könyvelést. A település mulasztó pénzügyi munkatársa ellen fegyelmi eljárás indult és felfüggesztették, a jelenlegi jegyző pedig november 30-ával felmondott.